Persze, hogy először a szerencsére a magyarokról is tudunk ugyebár beszélni. Hiszen Solyanben már harmadjára vagyunk innen az elvén. Igen, és hát talán ezért is túlzottan sokat vártak megítélésem szerint a magyar csapattól. Te hogy láttad az eddigi meccseket? Ugye eddig Svájccal találkoztunk az első körbe, ott 3-1-es vereséget szenvedtünk, aztán pedig a németekkel találkoztunk, és 2-0-ás vereség lett a vége. Igen, egyébként én is azt gondolom, hogy a hosszú veretlenségi sorozat, ugye, ami pont az elvi előtt nem sokkal ért véget az írek elleni meccsen, lehet egy picit elaltatta, vagy pedig annyira akarjuk a sikert, a nagy sikert, hogy ez lehet, hogy ezek egy picit felülírták a realitást, mert én a, szerintem megerősíthetetlen, én az elvi előtt is azt mondtam, hogy szerintem Svájc és Németország feltétlenül erősebb mieinknél. Abszolút. Én hajlottam arra egyébként, hogy ugye Svájccal teljesen pariban lehetünk, de hát ezen a meccsen nem voltunk éppen egyenrangúak velük. Inkább az volt a furcsa, amikor én néztem, és akivel néztem, mondtam az első félidőben, olyan 15-15 perc után, nekem hogy az volt az érzésem, mintha a magyar csapat nem kellett volna felkészülve a svájci csapat játékára, és utána ugye a mérkőzés után Marco Rossi szövetség az el is mondta, hogy meglepte őket a svájci csapatnak a hadrend, hogy hadrendet váltottak, ami számomra azért egy kicsit, hát hogy mondjam, mi van kategória? Hát a mai futballvilágban még egy, a WC-re sem tudsz úgy kimenni, hogy ne 150 kamerával figyelnének közben, hogy mit csinálsz a út közben meg bent a mellékhelyiségben, úgyhogy nem hiszem el, hogy nem tűnt fel a stábnak, legalább egy tagjának valamikor, hogy mintha a svájciak azért nem csak 3-4-3-ba játszanának. Igen, az első fél idő az tragikus volt, a Jézus, második fél teljesen. idő egy fokkal jobb volt. Én egy olyan helyen követtem az eseményeket, ahol több száz szurkoló összegyűlt Hát Debrecenben. ugye, de az sportkampuszán volt, tehát Igen. kimondhatjuk. És hát előtte egyébként én a Debreceni repülőtéren is voltam. Bizony, kimentél a repülőtérre, hogy megdöntsd a szurkolók, akik indultak a mérkőzésre, hogy milyen várakozásaik voltak. Ott egyébként milyen volt a hangulat még? Hát a repülőtén kicsit álmoskás volt a hangulat, Szombaton, de nem mi? az 4:30? 4:30, de már hangulódtak akkor az emberek, és igazából mindenki nagy reményekkel vágott neki a túrának, volt apuka fiával, aki például ez első idegenbeli túrájuk ez volt, hogy menjenek a meccsre, és volt olyan is, hogy valaki már hamarabb lefoglalta a repjegyet, mielőtt a meccsre lett volna jegye. Hát, ahogy a videókon is láttuk, kint Németországban nagyon nagy volt a hangulat, és hát igazából itt a városban is úgy látom, hogy a magyarok meccseit igencsak kedvelik, legyen az idősebb vagy fiatal korosztály, nő vagy férfi, és hát valószínű, hogy többet vártak. És ez a pofon, ez nem feltétlenül esik jól mindenkinek, de hát még van egy esély a skótok ellen, hogyha oda teszik magukat a srácok, akkor akár még a továbbjutás is meg lehet. Figyelj, én említettem a pofont, de én nem úgy érteném például a pofont, hogy kikaptunk Svájctól, vagy kikaptunk Németországtól. Szerintem a pofon a Svájc elleni első félidő volt. Igen, tulajdonképpen igen, én is így látom. Mert a Mert második... a németek ellen ott jól is kezdtünk, helyzeteink is voltak. Hát, ami ott hátul történt, azt igazából szerintem úgy, hogy játékvezető vagyok, úgy is azt mondom, hogy akár kifele is lehetett volna ítélni. Nem feltétlen a Premier League-be, mert a Premier League-be valószínűleg ezt nem fújják le, de egy más bajnokságban én azt mondom,
hogy nagy eséllyel lefújták volna. Tudod mit, akkor leszek ilyen rózsarú, mert én nem értek egyet veled, és ezt vállalom, tehát bárkivel szemben. Egy olyan rutinos védő, mint Vili Orbán, aki a Bundesliga-ban játszik, méghozzá a Bundesliga egyik élcsapatában, és már számos BL meccs van mögött, a magyar válogatott egyik húzó embere, én nagyon jó játékosnak tartom, a személy szerint nekem az egyik kedvencem a magyar válogatottból. Így nem lehet kibillenteni őt. Tehát ott én azt gondolom, az egy teljesen szokásos ütközés volt, egy mérkőzésen ebből van 20 párharc. Az volt a pek, hogy Vili Orbánnak éppen nem volt jó helyen a súlypontja, mert mozgás közben volt. Elesett, és talán még pekje is volt szegénynek, mert hogy úgy pattant róla a labda. De én nem fújtam volna le. Tehát ez most lehet, hogy engem ezért most meg lehet kövezni, meg hogy lehet, hogy én nem vagyok ezek szerint elég magyar elkötelezett magyar futballszurkoló, de én nem fújtam volna le, tovább tintettem volna. Sőt, hát amit mondok Gündogán, hogy ő csodálkozott, megvarozták, azt kell mondjam, hogy ha én rúgtam volna a gólt az övébe, én is csodálkoztam volna, ez most miért lett megvarozva. Itt igazából szerintem... De nem ezen a szituáción ment el maga a meccs. Nem ezen ment el. Szerintem egyszerűen német válogatott jobb. Ők ugye kezdtek egy 5-1-es kiütéssel a skótok el, ami egyértelműen meghozta, ha volt egyáltalán önbizalom hiányuk, de az biztos, hogy meghozta az önbizalmukat, és hát tudatosították. De egyébként én szerintem a magyar csapat jól küzdött, tehát jól játszottunk, nyilván látszott a különbség a pályán a kvalitásban, de én nem voltam csalódott azért, mert kikaptunk. Én úgy számoltam, hogy ha itt az első két meccsen egy pontot szerzünk, szerintem az nagyon jó. És akkor mondjuk a skót meccsnek úgy tudtunk volna neki menni, hogy ha győzünk, akkor nagyon komoly esélyünk van arra, hogy tovább is lépünk. Azért most egy megcsappant így a két meccs nulla pont fényében. Nem is tudom egyébként, hogy mennyivel kéne nyerni, sokkal. Tehát ugye most az alapvetés, hogy Skóciát nagyon meg kell verni, a lehető legtöbb góllal. Amúgy lehet ennek jó kifutása is, mert lehet, hogy a srácokból lekerült a teher. Ugye beszélte erről Szoboszlai Dominik is, hogy lehet, hogy egy picit nagyobb teher pakoltak magukra, mint kell, vettek magukra, mint kellett volna. De én inkább azt mondom életet, hogy nem lehet megengedni egy olyan fél, mint a svájci első 45 perc. Tehát attól, hogy egy profi játékos felkészítek arra, hogy az ellenfél mondjuk jön 3-4-3-ba, és akkor azt látom, hogy mondjuk egy csatáhely, vagy három csatáhely, vagy egy csatáhelyet kettő van, és az én emberem nem ott áll, ahol kéne, hanem 5 méterrel arrébb, ettől még nem kéne amúgy összezavarodni, szerintem. Tehát profi futballistáknak. És az, hogy mondjuk a szakmai stábban fél évet tudott érdemben reagálni arra, ami történt az első 45 percben, szerintem amellett én nagyon tisztelem Mákoroszt, és maximális egy respekt, amit teretett, meg nagyon-nagyon jó taktikusnak tartom, tényleg rendkívül felkészült szakember, szerintem az egy kicsit sok volt az 45 perc. Ez már 10, maximum 15 percnál már, ezt már korrigálni kellett. Egyébként lehet, hogy próbáltam, mert ugye láttuk, hogy odahívt a Sallait is, beszélt Szoboszlai Dominika is. Lehet, hogy nem sikerült átadni egyébként ezeket a taktikai dolgokat, mondjuk lehet, mert pont elvi korlátok miatt, nem tudom. De én későnek tartom azt, hogy a szünetbe kelljen egy ilyet átbeszélni. Hát igen, csak ezt az egészet úgy kéne elfelejteni, hogy ebből az esetből tanultak is, és Skócia ellen, hát kőkemény meccs lesz, ez igazából maga a skótok ráadásul pontrugásokból rendkívül veszélyesek. Ugye X-eltek Svájccal, tehát most az, hogy ők kaptak egy óriási popont a németek ellen, azért a svájci meccs, hogy ők X-eltek, az biztos, hogy felhozta őket, és valójuk, vagy ilyen pillanatban nekik a nagyobb esélyük a harmadik hely megszerzésére, vagy a továbbjutásra, inkább így fogalmazok, mert ha ők legyőzek minket, valószínűleg a 4 pontjuk elég lesz. Még akkor is, hogy nem jó volt különbség. Egy 3 esélyes meccs. Igen, abszolút 3 esélyes mérkőzés ez. De szerintem amúgy, hogyha sikerül az egyéni hibákat lejjebb szorítani, főleg a hátul a védelemben, akkor arra azt mondom neked, hogy azért reális esély van arra, hogy győzzön a magyar válogatott. Attól függetlenül ez egy 3 esélyes mérkőzés.
És eddig a foci EB-t egyébként hogy látod? Mennyire követed az eseményeket? Nekem tetszik egyébként, megmondom neked őszintén, hogy nem tudok minden mérkőzést megnézni. Szeretném, bár nem biztos, hogy mindegyiket szeretném végignézni, de nekem nem csalódás, tehát vannak nagyon jó meccsek, nagyon jó csapatok, rengeteg olyan játékos van a pályán, így napról napra látjuk őket, akiket én nagyon tisztelek, kedvelek. Hát ez a sport, ez a futball ünnepe. Tehát szerintem most lehet, hogy megint nem fognak vele megyet érteni, de én úgy gondolom, hogy hogy az Európa bajnokságnak azért valamennyivel még a VB-nél is magasabb a színvonal úgy összességében, mert több európai csapat van. Mint a VB-n, mert csak európai csapatok vannak, tehát bocsánat. Meg hát ez az év azért is emlékezetes, mert hogy ugye olimpiát is rendeznek, meg gyakorlatilag minden sportágban Európa bajnokság, világbajnokság van, sorra jönnek az események, de ez még egy még magasabb polca a fentebb van, ahogy kimegyünk az utcára, és mindenki a kivetítők előtt tolong. Igen, nem, ugye ezt Köszner Bíromos is említette egyébként, akit megkérdeztünk a skótok elleni mérkőzésről, hogy mit vár tőle, mit vár arról, hogy látja az esélyeket. Ő is említette, hogy nagyon jó azt látni, hogy telt házak vannak, ezek a szúkoly vonulások, ugye mind a magyar, mind a többi csapattól, tehát erősíti a közösségi élményt, meg az érzést, az összetartozást, úgyhogy hát reméljük, hogy ez így marad. Ha még annyit megengedsz nekem Anglia játék a csalódás például, tehát hiába nyernek, én... Én nem is vártam egyébként többen, szóval így nem. Ezt egyébként valahol pont elcsíptem egy, talán a köztévén egy véleményt, amivel egyetértek, hogy a szövetségi kapitány, ugye Gareth Southgate nem a legjobb csapat felállítására törekszik, hanem a legjobb játékosokat küldi a pályára, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az a legjobb csapat, vagy a legerősebb csapat, mert fel vannak dobálva a játékosok a pályára, most ezt dobálva, ezt nyilván azért idézőjelben és eddig nem is mutatkozik az meg, hogy... De és mintha valahogy mégsem lenne meg az egyensúly egyébként a csapaton belül. De ez legyen az angolok gondja, tehát tényleg nekünk a skót meccsel kell foglalkozni, utána meg egyébként megbánni, hogy mi történik. Ugye ilyen szempontból nem vagyunk könnyű helyzet, mert az A csoport meccseit rendezik ugye a leghamarabb. Igen. Még csak számolgatni is majd. Így van. Tehát folyamatosan. De amúgy ezt belegondolsz, ez jó is ér. Tehát kicsit leveti a tehet a játékosokról. Kimennek, focizzunk, tegyük meg mindent, amit tudunk, és aztán majd meglátjuk. Tehát nem az van, hogy reszketni kell, hogy tudod, hogy 5 góllal kell nyerni mondjuk Skócia ellen, hogy meglegyen. Hát az nyilván így kimenni nagyon nehéz, még akkor is, hogyha véletik te a mérkőzés, hogy azért csak ott motoszkál, hogy 5 gól kéne legalább, 5 góllal le kéne győzni őket legalább. Tehát jobb ez így egyébként. Vasárnap este 21 óra, ugye Skócia Magyarország hivatalosan, illetve Németország-Svájc, ugye azt hiszem így van, vagy lehet, hogy Svájc-Németország hivatalos kiírás, mind a kettő 21 órától lesz. A mi meccsét az M4, a Német-Svájcit pedig az M4 Sport Plus fogja közvetíteni. Azoknak mondok, akik nem tudnak a helyszínen ott lenni, vagy nem valami kivetítő előtt fogják nézni az összecsapást. Szerintem egyébként ennyi, mit szólsz, hogy elég egy picit erre a VB-ről, mert ugye a H-szektor nem maradhat el DVSC nélkül, hát és hogy most, ne. Most ugye van kettő is, a foci és a kézi táján is vannak hírek. Kezdjük szerintem a kézivel, mit szólsz, ugye ez nagyon friss, ez pont mai, egy kicsit fájó, ugye a DVSC kézcsapata beadta a szabad kártyát a BL-re, reménykedve egy pozitív elítélésben, és akkor most mi történt? Hát ugye az Európa Ligába szerepelhetnek a lányok. Kapták meg, ugye most 3 román csapat lesz a BL-ben, nem, tavaly meg 3 magyar volt. Amúgy igazságosnak tartod a döntést? Vagy tulajdonképpen nem vagyok képbe, nem vagyok képbe a román erőviszonyokkal. Azt tudom, hogy erős csapatokról van szó. Ráadásul
ráadásul ahova minden bizonnyal Kácsor Gréta is fog igazolni. Az a csapat, ugye, aki megkapta a szabadkártyát, hát nyáron nagy átalakulás várható annál a csapatnál, 9 helyen is erősítenek, és tényleg hatalmas nevekkel erősítenek. De hát a DVSC is megállta volna a helyét, úgyhogy... Szerintem azon múlt egyébként, hogy nem sikerült megszeretni a harmadik helyet. Tehát így mondhatta azt az EHF, hogy hát bocs, azért a magyar negyedik, bármennyire szuperül szerepeltetek meg le a kalappal. Most akkor mit mondjunk a többieknek, hogy valahol nem engedjük az ezüstérmet sem indulni, nálatok meg mondjuk Magyarországnál, meg a negyedik helyezett. Tehát, de ettől függetlenül én reménykedtem úgy valahol benne, hogy megkapjuk. De amúgy szerintem az Európa Ligában meg egy Európa, ugye? Ott akár még több győzelmet is. Ott még akár egyébként elmehetünk a négyes döntőig is. Én azt gondolom, ott pedig már bármi lehet. Igen, én egyébként még a Dortmundnál láttam a körülményeket, hogy milyen csúcskörülmények között edzenek, meg rengeteg pénzt fektetnek bele a dortmundi csapatba, és a Dortmund sem kapta meg a szabadkártyát. Én egyébként annak még örülnék is, hogyha ez a két csapat összekerülne az Európa Ligába. Hát majd igazából lesz, ami lesz, de úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy egy szinten lejjebb teljesítenek, ez is nagyszerű kiugrás a fejlődésre, illetve hát szem előtt vannak így is a lányok. Na és akkor térjünk át a focira, ugye a Lokinak a foci csapat elkezdte az edzéseket, ugye a hétfőn elkezdte a felkészülést a 2024-25-ös idényre. Elég jelentős változások történtek már eddig, nem tudom te, hogy ítéled meg, azért ugye érkeztek, távoztak, ugye ezt most összeszedjük nagyon gyorsan. Az érkezőknél ugye Pálffy Donát jött a kapusként a Harnástól, megszereztük Batik Bencét Puskástól, az én véleményem az, hogy szerintem egy nagyon jó igazolás, illetve érkezett egy már általunk korábban bearangozott szélső, japán szélső Montenegróból, Naoaki Senaga. Nem tudom, jól mondtam a nevét. Igen. Nem tudom. Meg még Szűcs Tamás. Bizony, bocsánat, Szűcs Tamáson ne felkezdünk el, hogy Dániából tér gyakorlatilag vissza Szürke Pátriájába. Ő is egy álló középpályás, 19 éves, kíváncsi leszek. Én nagyon bízom benne, hogy jóan lesz ahhoz hasonló, mint a Vajda Botinak a története, hogy beépül és nagy erősség lesz a csapatnak. Ugye a távozókról is essen szó. Ugye kiderült, hogy azt tudtuk már korábban, hogy Oliveira nem lesz. Szerintem a szurkolók egy kicsit meg sokként érte az, hogy Balanyai Nimi ugye Újpestre igazolt. Így most felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a jobb hátvéd poszttal, mert most konkrétan ugye Kusnyi elégsége, sajnálatos sérülése miatt jelenleg nem nagyon van kifejezett jobb hátvéd a keretben. Illetve Tuboly Máté. Máté, ugye ő visszakerült Győrbe, onnan meg gyakorlatilag postázták is tovább a Dunaszerra helyre, bár hozzá lesz az össze, én úgy tudom, a Dunaszerra hely az első számú klub, ott ilyen szempontból, Győr pedig a másik, mert egy tulajdonosa van a két egyesületnek úgy nagyjából, vagy egy a tulajdonos köre. Ugye még ha, hát szerintem nem messze, tehát a csatát, ugye lemaradtunk Enzo Cabreráról, egy argentin támadóról. Legalábbis minden bizonnyal, de én már nem tenném fel a szomszéd házát arra, hogy ő ide kerül Debrecenbe. Úgyhogy szerintem csatát várva is kell, bár ugye láttuk, hogy Thor nyilatkozott a héten, pont csütörtökön pont a honlapnak, de hát még ő is azt mondta, hogy nem tudja, hogy mikor fog visszatérni, tehát szeretne minél gyorsabban, úgyhogy... És hát a sérültek közül még Pellumbi van, aki visszatért. Bizony, ugye ő elkezdte az edzést. Ami érdekes, hogy például Stefán Honcsár nem kezdte el a felkészülést a Lokival. Ő hiányzik edzésekről, a többi kölcsönadott játékos visszatért, ugye itt van Majdevász, Krizédis is. Még? Illetve még itt van, még Deskovics sincs, ugye? Igen, ezt akartam mondani. Ő miért nincsen? Hát mert ugye a válogatottban a felkészülési meccseket játszottak, többet között a belgák ellen, a Deskovicsot nem jutott szóhoz, de aztán a következő
mérkőzésen, nem is tudom, ki volt az ellenfél, talán Georgia, ellenük viszont szóhoz jutott, és akkor hát gyakorlatilag ilyenek után de ugye Deskóval kapcsolatban vannak, hát felreppentek dolgok, hogy talán a török sztárcsapat, a Fenerbahce is érdeklődik iránt, ugye annak, hogy a Fenernek most éppen José Mourinho lett az edzője, úgyhogy az nagyot szólna. Az nagyot szólna, meglátjuk. Még felreppentek más nevek is, de hát azt lehetne soha egyébként napestig, hogy kikkel hozták össze szóvalok, ítéletve ki az, aki esetleg még távozhat. Azban nagy összegbe fogadnék, hogy még lesznek távozók, de egyébként ezt nekünk ugye elmondta Szöggyan Blagojevics vezetőedző is, hogy ő arra számít, hogy mondjuk az ausztriai edzőtáborig még érkeznek játékosok, már amennyiben ő lesz majd a csapatnak, akkor még a vezetőedzője, mert hogy arról is szólnak a hírek, hogy esetleg hogy hívják Oroszországba, illetve az Egyesült Emírségekbe, és nem akarta se nekünk, se más sportának nem akarta ezt a jövő évfizető kérdést kommentálni. Lehet egyébként azért, mert tiszteletben tartja a szerződését, vagy más oka van. Szerintem rövidesen ki fog ez derülni, hogy látod, Huba? Hát úgy látom, hogy ugyebár bekezdett nagyon a DVSC múlt héten azzal, hogy folyamatosan jöttek a bejelentések, de majd... Itt kéne működni, nem Huba? Tehát hogy az a ideális, hogy a felkészülés elejére megjönnének az új játékosok. Nyilván, ezt beszéltük ugye a tél folyamán, és tél folyamán ez meg is történt, de most nyáron egyenlőre még a felkészülés első hetére nem állt össze teljesen a csapat. Aztán most ugye egy változás volt itt a héten, a japán támadó érkezett, de hát minden bizonnyal lesznek még változások. Hát igen, amúgy meg muszáj is, mert most például ugye a jobb hátvédposztra, hogy beszéltük, az lyukasnak tűnik. Tehát csatárposztra is kell, tehát most például a Majdavásznak azért azt el kell mondani, hogy nem volt rossz tavasz a szerb bajnokságban. Főleg annak fényében, hogy a csapata nem éppen a támadó futballt erőltette, úgyhogy sokszor ő ilyen magányos harcosként küzdött ott elől. Ahhoz képest egyébként szerintem eredményes volt, tehát még akár ő is maradhat, beválhat, de hát Tor mikor épül fel? Én adnék neki esélyt, egyébként támogatnám, hogy ja, itt... Ja, majd a változatban. Nyilván egyébként, tehát gyakorlatilag nem nagyon lett kipróbálva. De hát ugye itt van a fiatal Batai Tamás is, tehát ugye ő sem nagyon kapott túl sok lehetőséget tavasszal. Kérdéses az is, hogy mondjuk vele hogy számol a stáb. Tehát lehet egyébként, hogy ő lesz majd Báránynak a cserembere, de ki tudja. Hát nem látunk bele, jó lenne belelátni egyébként a fejekbe. Várjuk azon szurkolókat, akik még többen tudnak. Így van, nyugodtan keressenek meg minket, és osszák meg velünk, mi pedig akkor, ha úgy van, akkor elétek tájuk majd. Minden bizonnyal, hamarosan még okosabbak leszünk ilyen téren is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és köszönjük, hogy meghallgattatok a H-szektort. Így van, sziasztok! Hajrá, Loki, hajrá, Vármegyei Sport! Sziasztok!